ne, jó szarul nézel ki, Peti. Hát te nagyon beteg is vagy. Beteg nagyon is vagy. Rosszul érzem magam. Látom rajtad, de... Most kijött tegnap a kosárlabda térdem. Ó, hát neked ilyened is van. Persze, nekem mindjárt. Hát, figyelj. Na. Én meg eres vagyok. Én expanzív, tudod, de mindent jelzedek. Kitartanak az elejét, azt minden. Mindent eltapok van. Voltál? Hazahoztam a... Volt a kérdődel, kimentem a kertészetbe, hoztam haza egy ízét, mondjad meg. Jó, neked ki tud menni a kertészetbe? Kaktuszt belazasodtam. Mocsárlázom lett a kaktuszt. Nekem nem tudom, mitől rendben. Nagyon rosszul érzem magam, most már 47 éve. Szóval szemem is szar, most hoztam vissza a vandorherémet. Ja, de nekem nem tudjad, hát nem látlak. Nem, ugye? Te vagy az? Laci? Most beraktak a gyomorgyűjt, van helyen májamnak. Kicsit most már jobb. De jó neked. De azért még azért a... Még a... Nekem azt mondták, ez nem érdekes, nekem szemsüllyedésem van, úgyhogy kicsit én is furán látom. Az volt nekem. Az és tényleg is helyre jött? Nem, volt, nem sárgát látok azóta folyamatosan. Folyamatosan, de nagyon is rossz, mert... Voltam vele négyszer siófokon. Négyszer voltam vele siófokon, meg egyszer... De műtöttek? Nem, egyszer Füreden voltam, de az meg nem ezzel, hanem vonattal. De aztán az nem is lett jó. De az nem lett jó az eredményen. Sok volt a glükóz. Nekem vettek le, mikor volt a bokahólyagom, akkor le kellett venni, lecsapolták, igen. Nagyon kellemetlen, csontvelőből veszik. De tavaly volt, amit utoljára, hát akkor azóta már azért... Még rosszabb. Kezelem, hát hál' Istennek még szarabbú vagyok, de menjünk be, azt nézzük meg, hogy mi van velünk akkor. Jó. De te lőnek vagy? Ne, derekás vagy, mi? Nekem is a gerinc, az nagyon rossz, azt tudom. A térdem szar, Peti, baszlek. Ennyi, azt nekem nem mondhat, az ennyi, mert... Várjál, mert... Az csokolom! Peti is itt van. Jó napot! Lövi vagy veszi? Én át szoktam lőni az alkalomat, azt egy vödörbe szoktam vércsorgatni, én úgy. Levesszük, Peti! Hólyag felszúrás! Nem. De miért? Nem tudhatod, hogy... Duvasz, de már minden... Ó, hát ez ilyenben van. De azért tudom. De így egyben. Kis csókom. Nézd. Nem tudom, fél biztos 4 millió forint, mert ez itt hát, olyan helyen vagyunk, hogy itt ilyen... Ja, bár... De is meg be lehet állni. A masszázs meg... Ez sajnos nincs rajta. Bővére lesz. Azért ez mégiscsak nagy kultúrát... Ezt majd nevejétek már fel, amikor szúr. Ne, itt vagyok veled, Peti, ne aggódjál. Emlékszel, amikor a fronton... Várjál, mit csinálok? Persze, én persze. Elbasztom ezt is, nézd meg. Nem nyúlok nyomni. Igen. Nézlek, szorítsd erősen. Jó, egy pici csípést fogsz érezni, persze. Csak ne aggódjál. Nem most jön a baj, amikor a leletek megvannak. Attól van a baj. Ez még semmi, Peti. Csináljam én? Ne. Le tudom venni. Nézd meg, nagyon vékony tűvel dolgozik a művéke, pedig kaphatta volna ilyen 4-est is. Na hát ugye? Na, ennyi volt. Hát ezért, Peti. Nézd rám. Szeretnék matricát. Mondom, dörmit, egy dörmit meg egy kubut kapsz, jó? Az úgy jó lesz. Hát jó cukros kubut. Mert nem ettünk évfél óta semmi. Egyébként igen, egy kicsit. Igen. Ebből soha nem lesz egy videó, mert már 15 perc még persze, jelent. Persze. Én hajlandó vagyok így kirakni, csak lehet, hogy nem fognak neki örülni. De rendkívül szólt. Ne nézz oda, Peti! Ne nézz oda a Armageddon! Az ukrán front. Ne nézz oda. Látod, most kicserélte? Kell. Belőle az kell. Nagyon sűrű a véred, Peti, nehezen jön. Egy higítót kérlek. Sűrű és forró. Egy igazi latin vagy. Egy latin lover. Látod, ennyi volt, Peti. Na. Kakasos nyalog, a Lutra album, minden meg lesz, ne aggódjál. De, sorry, figyelj, ha leveszed, spriccálni. Tudom, de már ami volt. Ami hülyeség, mert ez nem egy ügy. De volt olyan, de gyerekkoromban volt olyan. Volt, spriccelt, nyomkodtál és jött. Kezi csókolom, legyen szíves, már ne itt a részfaszú bagiot szúrja fel nekem, hanem valahol itt. Itt. Vagy ez így jó lesz? Mert hogy... Nincs 5 éve.
Nem baj, nem majd felvesszük utána a művész úrnak. Nekem volt fontos. Igen. Neked ez a neve? Igen, igen. Drága nyomat, adjak le helyetted, Peti? Igen, nem kell. Én ha köpök, az olyan, mintha te húzottam, vizelet mintát adnának. Nem lehet. 77-es level. Igen, igen. De most adna azt, kérlek legalább azt ne. Akkor már lenne vele. Hát azért már ennyi bajod. De persze, persze. Kaptál matricát? Kaptam. Megyek, lőnek engem is, gyere. Jó, jövök. De abban tényleg most... Jövök. Hát bereg. Ez ilyen komplex kivizsgálás? Mikor volt a utoljára ilyen szűrőn? Én tavaly augusztusban, mi megyünk Duma Színházzal, minden évben van menedzser szűrés, és... Ne hazudjál, Pesi! Esküszöm, ott is vettek vértőlem, nem tudom, hogy miért kellett idén. De utoljára akkor volt a jelen, amikor hát, a Horthy belovagolt kassán a fejjel. Nem, tényleg volt, vagyok minden évben. Igen. Hidd el, hogy nem szeretnék. Én is járok, nyilvánkor, benned is van ilyenkor egy kis ilyen... De nem mondd már, hogy nincs. Hát nem, amikor... Ideges vagy, hogy mi van, hát meg hogy van, Na mindegy, nagyon fontos, hogy ezeket tudjad, mert amíg nem tudod, addig beteg vagy. Nem tudod magad kezelni. Jó, mondom, Peti, nem tudsz enni. Jó, most az nem tudom, hogy te utána se... Sok vitamint kell, meg sárgarépát, megmondta nagyanyám is. Igen, úgyhogy most már kiderül. Fütyűtőre az ember, hogy... Ugye? Látod? Úgyhogy megtudjuk, hogy mi bajunk van, meg hogy egyáltalán hogy állunk. Mert azért az ember is egy gép, ugye? Élőszövet a fémban. Azért rendbe kell magunkat tartani, Petikém. De ez itt egy nagyon jó hely, ami nagyon tetszik, hogy... meghallodad ide. Az nagyon tetszik, hogy tisztaság van, nagyon nagy rend van, mindenki mosolyog, mindenki profi, és figyelj, olyan székük van, hogy abba bele akarsz ülni. Az legalább 2 millió forint az a szék. Ha életedben nem ültél még ilyen székbe, akkor gyere, próbáld ki. Tényleg. Te már meg voltál? Nézzétek meg a művészőre. Megvoltam, le vagyok sápadva, be vagyok kicsit. Igen, igen. Nem, mert itt van egy olyan szög, ahonnan úgy néz ki, mintha nem lenne hajam. Már be vagyok ragasztva, igen. És ilyen szép. Most én jövök. Most Peti szívhatja az én vérem. Csodálatos. Hát tényleg ehhez ide beülök, beüljek megint, addig bátorítsa. Mint az ég, meg a föld, Peti. Jaj, a két elem. A víz elem. Meg felüljük, csókolom. Gárdán lesz vagy? Ilyenkor van az, hogy a nővér átcseréli a legvastagabb kire. Amikor jön a vicceskedő gyökérű csinél, tudod? Mit csinál? Ökölbe. Ritkán van ökölbe a kezem. Olyankor is általában ütök. Érződ, milyen kemény? És az nincs az én rajt. Van egy ilyen alkárgyú, amit tettem. Magamnak csinálom. Ezzel a kezemmel vártam vissza ezt a kezemmel. Ez is egy szilveszter sztálóra. Még a békebeli, nem a mostani öreg leróban, hanem... Neked mennyi? Én literre számolom. A vér? Vegyék le. Hát én nem úgy számoltam, de a hölgy úgy számolt. Amúgy is már bárna vagyok, nem baj, kicsit sápadtabb leszek. Nagyon. Zsugodtan 7 decinél ne tessék megalni, jó? De főleg nem... De abból kijön volt egy üveg, azt lehet palackozni de azonnal. Az egyébként a helyet? Igen, mennyit lehetne abból nevet. És mennyivel jobban éreznék magukat. Sűrű, mi? Tudom. Az ilyen. Borsodi. Az élet habos oldal. Én mondtam, apámmal is mindig ez van, ő is vesz le, aztán mindig mondja, hogy olyan, mint a méz. De szép színe van, egészséges, nem? Vassal teli, mert elég barnás. Úgy gondolom, hogy én ezt innen szemben mondom, hogy szemben. A Motorola jött, ez 10W40-es, vele? Igen, ennek olyan a viszkozítása. 10W40-es. Nem lesz ezzel baj, Peti, nézd meg, alig akar jönni. Nyomjak rajta? Nem. Jaj, mi van? Nyomjak rajta. Hogy? Hát így kézzel kihúzva az elejébe. Mint a smagot. Vályi István érsebész. Szív és érsebész.
elhiszi, hogy nem kell. Ahogy kihúzza ezt az arról a sebb. Ez olyan. Olyan vagyok, mint egy tengeri csillag. Levágják a kezem. Ja, mondta, hogy azért szorítsa, jó? Ne legyen itt félre. Most tűnt fel. Te is mondtad a videóban, hogy milyen szép tisztaság van, maradjon. De az a baj, hogy én nem küzdöttem akkor át, mint te, úgyhogy én nem fogok matricát kapni. De hogy ne, de akkor én neked adom. Tényleg? Hogy ne kapnám matricát? Csak kedvesen. Na most ezzel bajba lesz, hogy nem. Mennyire érjük rá? Megmondod, figyelj, meg elszínjük, megyünk tényleg. Oda kicsit olyan, mint a Bifont tésztára. Menjünk, de az egy profi, de... Hát figyelj! Én nem mert cserélni, mi? Nem. Az volt eljárt! Nem, hát aztán értem jöttek a lehetőrök, hogy mi volt a vélem. Jaj, de... Ezt büszkén fogom viselni. Színlabrador. Mert én megcsináltam. Tudom, de... Köszönjük szépen, ide most már ne gyertek velünk a kamerával, jó? Azt hiszem, Peti, hogy azért 44 évesen az ember büszke lehet erre a színre. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de azért na. Ez sárgat. Hát te, az sön. Peti, az habos. Ami bemegy, az jön ki. Na most azért, na, nézzétek meg azért, ez nem? Déli lejtő, taninos gerinc. Kicsit már becsöpög az injektor, van benne spén. De azért ez egy egész, figyelj, ezt így most megmondom neked, hogy ezzel nem ez van. A tiéd, hát, az... Jó, de ez legalább ízre tök jó különben. De Peti, az habos. Hát, mert felráztam egy pillanat. Bele most te kezed? Nem. Én ilyen szélsavasat húgyozok. De a színe se jó, az nagyon hálvány. Nézd meg, de azt mondták, hogy annak nincs, mert tele van méreg. Ez egy asszú. Tele van. Öt puttonyos. Jó. Az, ez meg zöldvel telíni. Az. Na, de hova kellett tenni? Nem tudom. Leállított végre? Ne állítsd, mert ez így működik itt. Ne állítsd le. Ez a valóság. Ez a valóság, hogy az emberek egy ilyen... Ja, a tudatban mellett? Igen, jó, rendben. Nem ki se kellett volna hozni? Igen. Jó. Nem szétállunk pisivel a folyosóra. Ne, ne kémódjátok! Hol? Igen, de mi bármikor? Hova? Igen. Összenegeveljék! Itt ez, az a... Ja, az! Ja, hogy az... Azt hittem, hogy az a kézmosóta. Ja. Rá is van írva. Én kérlek, ja, de összeneke... Hát ne, én látni akarom, hogy kimész. Tessék. Gyere ki. Majd a jobb oldal... A jobb oldaliban van az én húgyom, majd arra figyeljetek, jó? Rajta van, nem van. Érzi már, szorul a hurok. Natasa, én beszélgetnék vele. Mert az, ami kijött azon a csövön, az nem egészséges. Szóval az van, hogy... Igen. Peti azért... Minden úgy van, ahogy a Pista mondja. Peti azért szeret idejárni vele, ki közel van. Igen. Én meg azért szeretek ide járni, mert szólt nekem, hogy ez jó. Hát meg amúgy is az ember mielőtt elutazik, vagy külföldre megy, azért csak kíváncsi arra, hogy mennyit fog fizetni odakint a kórházi kezelését. Ja persze, de ez meg addigra hogy... nem, úgy tudom, hogy úgy mész külföldre, hogy addig nem lesz. De nem, ez egy héten belül megvan. Ja igen. Egy hét múlva mész, kellett addigra megvan. Kellett várni, Peti? Kellett itt nem, várni? Nem, ide jössz, bejössz, nézd, nézd, azon az ajtón fogunk azért kívánni. Járok ide. Te meg azért, mert mondtam, hogy gyere már el egy vérmétert. Így van. És most megisszuk azt a kávét, amit eddig nem szabadott. Kedves egészség. Meg a másodikat, meg a harmadikat igen, is. Hát a kávét. Szevasztok. Habosát húgyozott.